Vörös Hadsereg a háború végén a megszállt területekről, román takarításra hivatkozva 130.898 német és magyar szemét hurcolt el Málenki robotra. A néhány hetesnek ígért munkából több éves szenvedés lett. A szovjet lágerekben leírhatatlan körülmények uralkodtak, az éhség és a nehéz fizikai munka mindenkit meggyötört. Ezen a fotón a mosoly kényszermosoly. Itt viszont egyértelműen látszik, hogy mind mentek keresztül a rabok. A jobb és a bal oldalon ugyanazok a személyek láthatók néhány hónap különbséggel. Alsó és felső Balogról, illetve Uzapanyitról több mint 150 ártatlan civil lakost hurcoltak el Málenki robotra. A korhatárt sem tartották be, a transportokba 15-16 éves fiatalok, idősek, sőt terhes nők is bekerültek. Simon Ilonkát is elvitték. 1945. január 19-én vagonírozták be, közel egy hónap zögykölődés után az Alcsevszkhez közeli Delta táborba került. Egy öreg tiszt lejtnánt ott hallott, az várt bennünket, de hogy ránk nézett, azt mondta, hogy nem titeket vartunk. Hát látta, hogy mert minket úgy vittek, mint háborús bűnösöket, mint németeket. Na de hát még nem, hol 19, még 16 éves fiúk is voltak, akiket elhoztak. Na aztán bementünk oda, bevezettek, kinyitottak a nagy kaput, szétosztottak a nőket egy külön barakba, a férfiakat három barak volt, négy. Bementünk a barakba, hideg, az ablakok kitörve, ami lesz itt. Mi volt a ruhánk, amit itthonról vittünk. Egy pokrócocská volt, meg a meleg holmink, ennyi volt. Ott is olyan deszkapócok voltak, deszkaágyak, üresen. Ott elhelyezkedtünk, mindenki keresett magának helyet, kilent, kifent. Ilonka néni visszaemlékezései nyomtatásban is megjelentek. Ő 34 hónapot töltött a lágerben. Először földmunkát végzett, aztán bányában dolgozott. A Csilléknél és lent a mélyben is megfordult. Volt olyan vájat, ahol csak négy kézláb fértek el, és olyan tárló is, bár azt a helyet ő elkerülte, ahol egyfolytában csöpögött a víz. Mire a munkások a lágerbe értek, rájuk fagyott a vizes ruha. Sokan megbetegedtek, és sokan meg is haltak. Az ő transportjukból 19-en vesztek oda. A munka nehéz volt, de a hideg és az éhség volt a legrosszabb, mondja. Ide jött fel a szén, innen aztán a vagonokat, elszállították a rozminókára, ahonnan aztán Parkarmónába megint rótkötélpályán szállították tovább. Hogy a gumicsizmában el ne fagyjon a lábuk, robbanó zsinórral kötöttek rá kapcarongyot. Azt a kanalat és kést, amit ott készített neki, egy Len Rudolf nevű bácsi máig őrzi. Az étel, amit kaptak, kevés volt és rossz minőségű. Bűzlő vízben főtt savanyú zöld paradicsom, só és zsiradék nélküli levesek, kis, szögletes és pejvás kenyér. Ezen éltek. Akik a szenet robbantottak az uholcsíkok, azoknak most egy kiló húzdeka kenyér járt. Még azoknak valamikor adtak egy kis ezt a rizsot, vagy mi az ördögöt, gerslit, még főzték, aztán azoknak tettek rá annyi olajat, mint amikor mink vártunk valamikor egy kis gyűszücskét, arra volt csinálva egy kis palcika, osztábbal öntöttek rá nekik olajat ezeknek, de a többinek nem, nekünk soha. Még mai napig a kutyámnak, mikor viszem ki az ételt, ha hiszik, ha nem, még sokszor, mikor ránézik, még most is eszembe jut, hogy de jól lett volna nekem ez. Egyszer megpróbált kukoricát lopni a földekről, meséli. Néhány csövet elrejtett a ruhája alá, de rossz vége lett. A telephelyen észrevette az egyik őr. Ellépek, vagy 5-6 lépést.
Anuka, így is oda. Na most ma mi lesz? Visszamentem. Hol voltam? Mondtam, a műszakon. Oroszul. Végig simította a hátam, hogy ott mi van. A kukorica. Na jó, toljom, most ma, davaj. Mondta, hogy bevisz a kantórába, aztán én nekem ott kell lenni reggelig, amikor jön ki a műszak a lagerból, majd akkor kiállítanak, hogy loptam. Hát jó van, nem volt ott túl sok, mindenki úgy él, ahogy tud. Be is vitt, még akkor ott kipakoltatta velem a kukoricát, attól fogta, noha loptál, akkor egyel. Benyomogta a szamba, úgyhogy még a szalmon is millarcott a helye, hogy nyomogta a szamba a kukoricát. A zárkát és a nyilvános megszigyenítést végül megúszta, de egy napig nem evett semmit. A lágerben embertelen körülmények uralkodtak. 1945 tavaszától gyakorivá váltak a szökések, de kevesen jutottak haza, legtöbbjüket az őrjáratok elfogták. Társaik elrettentésére a szökevényeket a felsorakoztatott munkaszázadok előtt verték agyon. Olcsó volt az ember élet. Ott nem szóltak a harangok a halottnak. Rátették a sarokjára, illepedőbe betakarták, azt kivitték. Ott kivették a lepedőből, egy kis sírtszerűséget ástak volna, de ott nagyon rossz volt, olyan réteges kő volt, úgyhogy még alsni se nagyon lehetett. Akkor oda két-három halottat csupaszon begurítottak, csöppet betakartók, ennyi volt a temetés. A legtöbb rab a kimerültségbe, fertőzésbe halt bele, vagy ott maradt valamelyik bánya mélyén. A legyengült foglyok számára már maga az út a munkahelyre megerőltető volt. Éjszakánként alig aludtak valamit, csípték őket a rovarok. Az emberek, mikor jöttünk, vagy mentünk a műszakra, ott gyülekeztünk a kapu előtt. A nők azért akár, hogy mégis ott is nők voltak, még mit tudom én. De sok embernek a hátán csak úgy mentek a tetőktek, csak úgy sorakoztak. Mi droga, mink is, benyúltam, ébne, kivettük. Szép síkosak voltak. Mit lehetett tenni? No, még azt, de aztán azt éjszaka, még a poloska, az szaladgót rajtunk, az nem hagyott pihenni. Azt nem is tudtunk vele semmit csinálni. A korszak dokumentálásával sokan foglalkoztak már, de a gömöri transportról Leóta Jaladár tud a legtöbbet. Ő gyermekkorától hallgatta a túlélők történeteit, aztán elkezdte gyűjteni az adatokat és a dokumentumokat. Az egykori KGB, vagyis az Állambiztonsági Bizottság iratait, halotti anyakönyvi kivonatokat, orvosi jelentéseket, jegyzőkönyveket. Pár éve személyesen is felkereste a lágereket és a bányákat, pontosabban azt, ami maradt belőlük. Néhány bányában még ma is dolgoznak, de a legtöbbet már bezárták, és sok helyen a barakkoknak is csak a romjai látszanak. Uszpenkában, Parkamónában, a Deltánál, Zorinszkban és Vorosilovkában is járt. Ez Vorosilovka délről nézve, a lager és a környék észak-déli lejtő, néhol fals részek vannak, ahol ki van ültetve az erdő, de rendkívül sok a szárazfa. Ez a Vorosilovkára vezető vasút, Uszpénka irányából. Ez az ottani Vasút utca. Itt pedig a vorosilovkai bányatelepet lássuk. Itt ebben a sűrűben itt volt a láger. Ez itt a fűrésztelep, itt is a miénk dolgoztak. Ez pedig a Vorosilov bánya. Itt a láger helyét látjuk, ahol ez a szárazpont, ez a sűrűség. Itt voltak a barakkok. Itt látjuk, hogyan helyezkedtek el a baraképületek. Aladárnak a helyiek sokat segítettek. Beszélt olyanokkal is, akik még emlékeztek a magyarokra.
A rabok által épített házakat máig úgy emlegetik, hogy magyarskie domá, azaz magyar házak, és máig számon tartják azt a 30-40 gyümölcsfát, magyarskie gyerevjá, amelyeket 1946-ban ültettek ki a rabok. A legöregebb lakosok név szerint emlékeztek néhányukra, akikkel annak idején barátságban voltak. Aladár kalandos útjáról rengeteg fényképpel, információval és ugyancsak megpakolt podgyásszal tért haza, többek között tárgyi emlékeket is hozott magával. Ezeket a tárgyakat 2011-ben hoztam, amikor Luhansk megyében megkerestem a lágerok helyét. Ez például Parkamonalból, az ötös számú bányából, ez a bányaszcsalkány és a hozzá tartozó spicsek. Ezzel fejtették a bányaszok a szenet. Ezeket a lámpákat a bányaszaink használtak az ottani bányákban, a modernabb bányákban elektromos lámpákat is használtak, de a miénk még mint keroszínos lámpát használtak. Ezeket a lámpákat idős bányászoktól vettem Vorosilovka bányatelepén. Ez egy rabpénztarca, amelyet a rabok maguk készítettek el amerikai céltből. Itt látjuk az akkor használatos pénzeket, a kopékákat, amiért fizettek az elegyelért. Meg kellett venni az ebédtalont és a kenyérjegyet minden nap. A gömöri rabokat a tokai körzetből elhurcoltakkal együtt szállították el. 3500 szemét zsúfoltak vagonokba. A szerelvény felét Alcseszk városában csatolták le. Innen a Delta, a Parkamóna, a Nikanor, a Liman és a Zorinszk telepre vittek rabokat. A szerelvény másik része Uszpenkáig ment, a foglyok pedig a Vorosilovkai és az Ionovkai lágerbe kerültek. Az elhurcoltak bányákban, földeken és építkezéseken dolgoztak. A miénket úgy fogadtak például a Deltán, hogy mikor felsorakoztak első műszak előtt, a bányamérnök kért az irodájából, és a miénket lehordtam mindenféle aljas magyar fasiszta disznóknak és kutyáknak. És tudjátok még, hogy ti azért vagytok itt, hogy itt dögöljetek még mindannyian. Majd nekem gondom lesz rá, hogy így legyen. Senkinek közületek nem szabad hazatérni. Itt fogtok megdögleni mindnyájan. Ezzel fogadtak a miénket. A foglyokat a belügyi népbiztosság, az NKDV tisztjei ki is hallgatták. A jegyzőkönyvek, amelyeket aláírattak velük, fennmaradtak. Tolmács jelenlétében 22 kérdésre kellett válaszolniuk. Ezek politikai nézeteikre, vagyoni helyzetükre és szociális viszonyaikra vonatkoztak. A kihallgatások rendszeresen ismétlődtek. Ha valaki nem pontosan úgy válaszolt, mint korábban, brutálisan megverték. Leültették egy székre, és az NKVD tiszt járt körül a széken, és kérdezte, egy másik pedig ellenőrizte, hogy mi van leírva. És ha valami nem stimmelt, rögtön lecsaptak egy nagy pofot. A legbrutálisabb kihallgatások a Parkamonai 1206-os lágerben voltak, ahol ostorral és bottal verték a népet, és közben még fegyvert szegeztek rájuk, hogy agyonlövik őket. Ahogy a túlélők beszélték egymásról, hogy mindenki reszketve ment ki onnan. És a legközelebbi kihallgatós alkalmával ugyanúgy reszketve ment be, mert senki nem tudta, hogy mi várja. A magyarokat arra kényszerítették, hogy németnek vallják magukat. A sváboktól és a szászoktól azt akarták kicsikarni, hogy az SS, a Hitlerjugend vagy a Volksbund tagjai voltak. A rabok egyébként a bányákban együtt dolgoztak a helybeliekkel. Az ukrajnai lakosság is nehéz helyzetben volt. A szegénység, az éhínség őket is gyötörte. A lágerkerítéshez jöttek a helybeli öreg mamkák, és a miénktől kértek kenyeret. Mert őnekik még az sem volt. És irigyelték a rabokat, mert hogy őnekik
Naponta háromszor van élelmük. Ők úgy gondoltak, hogy reggel van a tea, és ahhoz kaptak egy fél csibakot. Ebédre még van az a lötféle leves, csanalleves, répalapú leves, zöld paradicsom, hagymaszar, bármi. És vacsorára pedig a tea. Őnek is még ez jutott ki minden napra a helybeli lakosoknak. A helybeli asszonyoknak még volt dagadva a gyomruk és a hasuk, erre lettek figyelmesek a mieink, mert nagyon savanyak voltak, de mindenkinek a hasa és a gyomra még volt dagadva attól, hogy csak vizet ittak, és napraforgó magot rágtak, mert amit kenyeret kaptak a talonjukra, azt a gyerekeknek adtak. Az ebédet a rabok ilyen pléktalonokra kapták. Hogy milyen nehéz munkát végeztek, attól függött a színe és a formája, mint ahogy a kenyéradag is teljesítmény függő volt. Az áldatlan körülmények miatt gyakoriak voltak a fertőzések, a tífusz, a TBC, a vérhas. Annak azonban, aki betegszobára került, nem járt munkabér, nem tudott se ebédtalont, se kenyérjegyet venni. A rabkórházaknak nagyon rossz volt a hírnevük. Úgy beszélték a túlélők, hogy inkább meghalni küldték oda a népet, mint meggyógyulni, mert enni alig adtak, gyógyszer pedig nem volt. Úgyhogy léteztek. Vagy magától gyógyult a sebe, vagy csillapodott a láza, vagy valami betegsége, vagy beléhalt. Például a Parkamoni rabkórháznak a temetőjében 1831-en vannak eltemetve. Közülük 267 magyar. A Donyecki terület rabtemetőinek helyén ma már lakóházak állnak, vagy a sírhalmokat egyszerűen belepte a gaz. Marosi József név fejfája viszont máig olvasható. Neki, mint kiderült, nem is kellett volna Málenki robotra mennie, de félt a katonák erőszakosságától, ezért inkább a férjével tartott, gondolván azt a 2 hét romeltakarítást kibírja. Társait, akik túlélték a kényszermunkát, a gömöri nőket 1947-ben engedték haza, a munkaképes férfiaknak 1949-ig maradniuk kellett. Miután hazatranszportálták őket, mindenkit figyelmeztettek, hogy a lágert csak dicsérni szabad. Ha elmondják az igazat, visszakerülnek.